valódi bátorságnak, annak nem szükséges bizonyítani semmit. Ott nem szükséges megmutatni semmit, nem szükséges bárkinek fölé emelkedni, hanem egyszerűen csak van. Akkor érzem azt, hogy, hogy, hogy bátran tettem meg, hiszen nem a félelem hatására hoztam meg valamilyen teljesen más döntést, mint amit egyébként lehet, hogy meghoztam volna. Annyira motiválta őt az én történetem, hogy ő is ki akart költözni Bécsbe, és el, segíthettem neki meglépni ezt a dolgot, és egy annyira örömteli folyamat volt ez. Korábban nagyon-nagyon féltem így a párkapcsolatban való létezéstől, mert hogy akkor a szabadság és akkor a keretek kicsit hasonló, mint amiről ma reggel beszélgettünk az autóban idefelé tartva. És gyakorlatilag az változtatta meg itt teljesen a nézőpontomat, amikor rájöttem arra, amit tökéletesen megfogalmaztál az, a az autóban, hogy ezek a keretek már egy magasabb dolog, egy magasabb célnak a, a megvalósulását tudják támogatni, és ezért teljesen más és össze nem hasonlítható azokkal a keretekkel, amiket esetleg korábban rám ö, forszíroztak, és úgymond belepréseltek, vagy legalábbis próbáltak belepréselni egy adott rendszerbe, amiről azt éreztem, hogy semmilyen formában nem működik. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy együtt vagyunk. Tehát, hm. hogy akárha párkapcsolatra van szó, vagy bármi másról, hogy mm, van, hogy megjelenik félelem, de amikor egy jelen léti állapotban maradva hozok meg egy döntést, hogy rendben, akkor van a félelem, viszont, vagy ugyanakkor én ezt meghozom ezt a döntést, akkor érzem azt, hogy, hogy, hogy bátran tettem meg, hiszen nem a félelem hatására hoztam meg valamilyen teljesen más döntés, mint amit egyébként lehet, hogy meghoztam volna. És itt most szívesen hallok arról is, hogy nálad ez hogy van, benned ez hogy van, tudnál egy kicsit mesélni erről? Örömmel. Még először egy ilyen kis visszajelzés, hogy nagyon szépen, meg tényleg olyan módon kibontottad ezt, hogy nagyon érzem hozzá a kapcsolódást, mert valójában nálam is elég hasonlóan működik ez a dolog. Szóval az, hogy bátorság már nem feltétlenül olyan módon van jelen, hogy na akkor bátrabbanak kéne lenni, hanem ugyanúgy megjelenhet valamilyen félelem gondolatként, érzetként, és megyek tovább az utamon. Szóval az, hogy nem, egy, nem lesz egy ilyen visszatartó erő, nem, nincs elemzés, nincs meg az a dolog, hogy hú, akkor most muszáj kitalálnom, hogy hova, hogyan kell eljutnom, és most úgy jelenik meg, hogy úgy vagyok bátor, hogy, hogy nincs jelen a bátorságnak a gondolata. Mert más az, hogyha, hogyha elhisszük, meg más az, hogyha, hogyha megcselekedjük, hogy megtapasztaljuk, egyé válunk vele. Ez lényegében a kulcsa. És nálam ez olyan módon nyilvánul meg, hogy egyszerűen csak tényleg elengedem magam, és hogyha megjelenik valamilyen gondolatbeli dolog, akkor ugyanúgy mehetek tovább azon az úton, nem feltétlenül kell figyelni, nem feltétlenül kell belekapaszkodni abba a gondolati jelenségbe, hanem mehetünk tovább az úton bátorsággal, könnyedséggel. De a valódi bátorságnak annak nem szükséges bizonyítani semmit. Ott nem szükséges megmutatni semmit, nem szükséges bárkinek fölé emelkedni, hanem egyszerűen csak van. És pont ez jelenti a bátorságot, hogy, hogy merünk annak lenni, magukkal, a félelmekkel megyünk, merünk annak lenni, akik vagyunk. Ez lehet akár bizontalanság, és ez lehet bármilyen ilyen dolog. És ez a kulcsa, hogy akkor vagyunk valójában a legbátrabbak, hogyha, hogyha megéljük azt, ami éppen van, és abból pedig tovább lépünk, megteszünk egy ilyen következő bátor lépést, amit nem tudunk nem megtenni. Köszönöm, hogy teljessé kreáltad ezt az általam elindított mondatot, és szerintem tök érdekes, hogy uh, ugye ebből tovább, tovább menve hogy amikor egy hiányt próbál valaki minden áron betömni, vagy ö, olyanokat csinál, ami valójában nem egy természetes, eredendően fennálló ö, akár önbizalmat vagy bátorságot erősítő benne, hanem csak azt a hiányt, ami, amit el akar fedni ezekkel a cselekvésekkel, de hogy mit lehet ténylegesen tenni szerinted azért, hogy ez az állapot, ez eredendően a maga valójában meglegyen, jelen legyen. Hogyha pusztán az eszközöket nézzük, hogy akkor, na Krisz, adj valami eszköz, hogy mit tegyek, akkor egyértelműen a meditációt vagy az elcsendesedést tudom adni, még pedig pont azért, mert azáltal tudunk megnyugodni abba a valódi természetünkbe, aminek az egyik aspektusa a bátorság, de ugyanúgy másik aspektusa hívhatjuk a szeretetnek, hívhatjuk az kedvességnek, hívhatjuk önbecsülésnek, bármilyen jellegű dolognak. Mert ha jelen vagyunk, akkor természetes módon tudjuk azt, hogy milyen helyzetben érdemes bátornak lenni, és mikor érdemes visszahúzódni. Mert egyszerűen van olyan helyzet, hogy nem fogsz neki ugrani a másiknak, hanem inkább kikerülödőt. Pont azért, mert egyszerűen az szolgálja legjobban azt a helyzetet. Mert abban a helyzetben az lenne a nekifeszülés, hogy hogy te akkor, na most nagy bátran megvéded ezt, azt, azt. És ez nem jelenti azt, hogy mondjuk úgy elsúnyogod a helyzetet, vagy el, egy így odébb mész, hanem inkább azt jelenti, hogy azt a helyzetet azt szolgálja legjobban, hogyha én innen én továbbállok. És akkor nincs benned kérdés, hanem természetes módon tudod, hogy mi a következő lépés. Egy ilyen érdekes dolog volt szerintem, mert néhány héttel ezelőtt a jó barátommal elmentünk bringázni vecsés környékén lakik, ott egy ilyen kis erdős rész van, és akkor volt egy ilyen, hát elég meredek domb. és akkor na hagyod, hogy, hogy menjünk le, vagy mi legyen. Amikor először mentünk arra, akkor bennem úgy azért, hogy most nem érzem erre a hívást. Aztán utána még ott tekertünk az erdőbe, mentünk erre, arra, már, és akkor visszértünk ugyanarra a pontra. És akkor egyszer csak megjelent a hívás. És akkor, hát nem nagyon volt ez túl gondolva, csak egyszerűen mentem, és akkor én nagyon-nagyon meredeknek tűnő, dombon, így elindultam lefelé, és kiderült, hogy egyáltalán nem vészes. Aha. És nem is volt, igazából az volt az érdekes, hogy nem is volt jelen ez a félelem, hanem inkább ez a hívás volt jelen, hogy hívott az a, az a domb, hogy ott lemenjek. És még ami ehhez kapcsolatosan érdekes, hogy ő korábban volt egy ilyen balesete bringával, hogy valahol elesett, és hát így eléggé tartott az ilyen, ilyen meredekebb domboktól. És akkor azáltal, hogy én ott lementem, ez neki is megadta azt a bátorságot, hogy ő is lemenjen, és utána mondta, hogy fú, mennyire jó, hogy, hogy én ott le, hogy elsőnek mentem, mert hogy ma én azt éreztem, amit ha azt tudom most elmondani, amit én éreztem, hogy ez milyen lendületet vagy milyen bátorságot adott neki, hogy azt a mindenit, hogy már lehet, hogy ez a korábbi félelme most már ezáltal felül tudott íródni. Ezt, ezt elképesztő, hogy így behoztad ezt a példát, mert ilyen módon nekem is megérkezett egy példa, amit szívesen mm -hmm. elmesélek és az egy olyan dolog volt, amikor kiköltöztem Bécsbe, hogy emlékszem, hogy ez egy nagyon nagy belső ilyen vita volt, hogy menni, nem menni, minden magam mögött hagyni, teljesen úgymond új életet kezdeni, szülők, meg barátok, meg minden ö, dolog közvetlen jelenléte nélkül, tehát új környezet, új nyelv, új, minden, minden új volt, és mivel ugye a törvény, szerkezet is teljesen úgymond más, olyan értelemben, hogy, hogy nyilván itthon, hogyha valamit akartam, mondjuk egy új személyt, akkor először édesanyámat kérdeztem meg, hogy, hogy merre, hogyan, és mint. Kint tényleg teljesen minden, minden, mindent magam kellett, hogy intézzek, ráadás tényleg egy idegen nyelvem. <laughs> szóval az egy igencsak hosszantartó ilyen félelem teljes időszak volt nekem, amikor úgymond ennek a és akkor még a kiköltözés első hónapja is ilyen, nagyon, nagyon ilyen. Hát ö, ilyen, tele egy csomó ilyen negatív frusztráció érzésével, hogy jól döntöttem-e, stb. 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 Aztán átengedtem ugye magamon ezt az egészet, és, és, és elképesztő dolgokat tapasztaltam meg. Ö, az utóbbi, tehát a második felében a kintlétnek inkább így belső átalakulás. Mint sem külső, persze ezt lekövette a külső uh -huh. is. És képzeld el, hogy ez a kinti lét, ez az egyik barátomat, aki már több mint 14 éve, nem is tudom, hogy van-e más barátom, aki több mint 14 éve, mert hogy azért a fluktuáció uh -huh. beindul olyankor, amikor az ember belül elkezd változni, hogy kívül is elkezd a környezet így átalakulni, és a lényeg az, hogy képzeld el, hogy annyira motiválta őt a, az én történetem, hogy ő is ki akart költözni Bécsbe, és képzel segíthettem neki meglépni ezt a dolgot, és egy annyira örömteli folyamat volt ez. Most már én költöztem vissza Budapestről, mm. meg kiköltözött Budapestről Bécsbe, és hogy, és hogy tök jól elindult egy úton, és jó visszacsatolás volt ez számomra, hogy az, az én életemmel tényleg bátorító hatással lehetek másokra, és ez fantasztikus. Meg főleg ez a, ez a része érdekes, hogy nem azért vagy bátor, hogy megmutasd, hanem egyszerűen csak anélkül, például nekem is, amit említettem példát, hívott. Nem volt az, hogy hú, akkor én most megmutatom, hogy bátor leszek, és akkor lemegyek ezen, mondom, ez meg se jelent meg, most milyen érdekes így erre, erre így tekinteni. Hanem tényleg az, hogy azáltal, hogy valamilyen cselekvés megtétettetik, az másokat is inspirál, és ez lehet nyilván bármi, akár annyi, hogy legorulunk egy dömban, akár annyi, hogy kiköldözünk egy idegen országba, de ugyanúgy ami élmény, hogy ezt, ha ezt megosszuk, akkor ez tovább tud terjedni.